Köszöntöm a kedves nézőket, és itt mellettem körünkben ülő Marosi Gyula írót. A Magyar Napló könyvesboltjából jelentkezünk, és ez a beszélgetés a Magyar Szép Róza napja alkalmából jön létre, illetve abból az alkalomból is, hogy nem régen látott napvilágot a következő legújabb köteted, az Ifjúság tört szárnyú madara című novellákat és elbeszéléseket tartalmazó könyv. Nagyon vártuk már ezt a novellás kötetet, jó érzés kézbe fogni. Ha jobban megnézzük a címlapját, illetve a hátlapját, akkor egy porcelán balerinát láthatunk rajta, amely az egyik novellában szereplő motívum. Mégis meséld el, hogy milyen személyes emlékek fűznek ehhez a porcelán babához. Hogyan, mi okból került a címlapra és a hátoldalra ez a balerina? Édesanyámnak volt egy vitrínje, amiben ilyen-olyan kis csinos dolgokat tartott, és abban főhelyet foglalt el egy kis táncoló porcelán balerina. Az volt a kedvenc. Az ostrom után egyszer megjelentek a házban szovjet katonák, bejöttek a lakásba, kinyitatták a szekrényeket, a kabátok mögött nem bújik-e senki. Nagyanyámmal voltam otthon, és az egyik orosz katona, egy fiatal ember meglátta ezt a balerinát. Hosszan nézte az üvegen át, majd eltolta az üvegszekrény, kivette és zsebre tette. Nagyanyám nem szólt neki egy szót se, ha ennyivel megúszok a dolgot, akkor jó van, ő különben se kedvelte ezeket a csecsebecséket, elvitte. Anyám viszont nagyon bánta, mivel ez volt a kedvenc figurácskája, hanem aztán jó néhány évvel később a Báv áruházba a kirakatban látott egy porcelán figurát, ami az volt, amit az orosz katona elvitt. Bement, pénz nem számít, megvette, és visszaállította oda a főhelyre. Hát ez a balerinának a története, ami azért is érdekes még egy kicsit, mert amikor a anyám vissza tudta vásárolni a balerináját, körülbelül akkor jöttek vissza két nagybátyám is az orosz fogságból. Úgyhogy a balerina is megjött az orosz fogságból. Hosszan kerestük az interneten ezt a balerinát, és ezt találtuk, amelyik nagyon-nagyon-nagyon hasonlít hozzá, bár nem pontosan ugyanez. Köszönöm szépen. Én azért is örültem annak, hogy ez a balerina foglalja keretbe, ez a képi motívum foglalja keretbe a köteteidet, mert a balerina ugye törékeny, és a novelláid is most már... Ez a negyedik köteted az elmúlt 10 évben, amelyben elég sokat írsz a 20. századi magyar történelem által megtiport emberekről, személyes élményeken keresztül is. Tehát tulajdonképpen jelképesen tükrözi a novelláidnak, elbeszéléseidnek a világát ez a képi motívum. Az összeállítás végén szerepel egy önszócikk című írás. Ebből fogok majd egy részletet felolvasni egy kérdésem kapcsán. Először is azt szeretném megkérdezni tőled, hogy milyen apropóból készült ez az írás, ez az önszócikk? Hú. Felkérés alapján elfelejtettem a lap nevét. Naput, igen. A Napulban jelentek meg ilyen sorozatban írások. Nagyon sok mindenki küldött ilyen önéletírást, aminek volt egy limitje, tehát hogy milyen hosszú lehet.
Úgyhogy később én ezt kibővítettem, tehát majdnem egy novellányi hosszúságú lett, és akkor ezt kértem, hogy tegyük be a kötetbe, mint záró darabot. Kicsit úgy összefoglalja, azt hiszem, nem csak a kötetet, hanem ugye az egész életpályámat. Következzék akkor tehát a részlet az önszócikk végéről. Bár a múlt század 40-es éveitől kezdve napjainkig lassanként megírja ezen időszak közemberek által átélt történelmét, de hogy mindenhol telefonjaikat lázasan pöcögtető embereket lát maga körül, időnként elfogja a kétely. Ugyan kiolvasít még irodalmat. Miért érdekelné a mit sem jelentő, színes képeket hajszolókat a történelem? De szerencséjére, munkák elvégzésére megrendelést adó titokzatos személy leintette, ne foglalkozzon ezzel. Végezze a dolgát, legyenek ezek a történetek írásba foglalva. Legyenek feltalálhatók, akár úgy is, mint az ősember keze nyoma a barlangok falán. Ezzel kapcsolatban arra szeretnélek kérni, hogy fejts ki kicsit bővebben számunkra ezt az ősember hasonlatot. Ugye, mivel hogy 1941-ben születtem, és idén leszek 80 éves, megértem a második világháborúnak a utolsó szakaszát, a pincei életet, a utcán látott elesett halottakat. Utána megértem a háború után a nyomorúságos jó évtizedet, aztán jött a Sztálin és Rákosi elvtárs imádatának a korszaka, ekkor már kisiskolás voltam. És így tovább. Tehát úgy gondolom, hogy rengeteg olyan minden dolog történt velem az életbe, amit úgy szívesen elmesélnék. Elmesélném neked, neki, és azt hiszem érdekelni őt. Nyilván volt az emberben egy indítatás, hogy írjon, de ezeket a történeteket úgy kikívánkoztak magukból, és a velem megesett történeteket írtam le. Hosszú idő után kezdtem úgy érezni, hogy ami velem történt, az tulajdonképpen immár 60-70 éves dolgok, immár ez nem is személyes történeteim, hanem ez már szinte a történelem. Akkor egy kicsikét megváltoztak bennem a dolgok. Igen, akkor már igyekeztem történelmet írni. Fiatal író koromban, amikor első köteteink jelentek meg, és egy nagy csapattal jelentünk meg, rendkívül intenzív társas életet éltünk, hát ugye mindenki olvasta a másik kötetét, megbeszéltük, összejöttünk lakásokon, ifjú művészek klubjában, tehát egy rendkívül intenzív irodalmi életet éltünk, ami idővel lassan-lassan kezdett mérséklődni a lendülete, hogy úgy mondjam. Abból kifolyólag is, hogy 100-an indultunk, aztán 20 év múlva maradtunk 30-an. És úgy érzem,
hogy ez egyre inkább az irodalom iránti érdeklődés egyre inkább csökken. Példát mondok, ha 20 éve ültél a metrón, akkor biztos, hogy láttál ott a szerelvényen 5-6 embert, aki könyvet olvas. Ma nem lát senkit, aki könyvet olvas, csak a telefonokat nyomkodja. Viszont valószínűleg megvan az a belső késztetés, hogy írjam le immár a történelem eseményeit. Hogy azt aztán olvassa-e valaki, vagy nem olvassa, nem tudom. Lényeg az, hogy legyen meg, erre úgy látszik megbízást kaptam. És akkor legyen meg úgy, mint az ősember keze nyoma a barlangok falán, akár úgy is, de legyen meg. Én is úgy érzem, hogy legyen meg, mert ahogy olvasom elbeszéléseidet, novelláidat, könyveidet, mindig az az erős érzésem támad, hogy ez akár az én családom története is lehetne, hiszen ahogyan a könyvnek a fülszövegében fogalmazol, hasonló megpróbáltatásokat, traumákat több családban, tehát országszerte átéltek. Ezért is érzem fontosnak, hogy ezek az írások megszületnek, és én is csak azzal a kéréssel fordulhatok hozzá, hogy kérlek ezt folytasd, mert személy szerint nekem is sokat jelentenek. Így van, szót ejtettél az átélt történelemről, arról, hogy bár a személyes emlékeidet veted, foglalod írásba, és ez, tehát a személyes emlékeidet foglalod írásba, mégis legalább olyan fontos, ha nem fontosabb szereplő maga a történelem. Tehát amennyire személyes hangvételűek ezek az elbeszélések, ugyannyira az átélt magyar történelem is visszaköszön a könyveid lapjairól. Én úgy érzem, hogy most olvasok föl egy részletet a kötetből. Ennek a kötetnek az egyik újdonsága, egyik sajátossága, inkább így fogalmazok, hogy a felmenőidről is születtek benne elbeszélések. A most következő részlet az Óriás Csiga című elbeszélésben szerepel. Nagyanyám talán azért is beszélt keveset, mert fárasztotta a beszéd. Asztmában szenvedett és hamar kifulladt. A borsók betegsége, mondta. Időnként elő kellett halásznia a párnája alá rejtett pumpás üvegszerkezetet, mélyeket lélegezve be kellett szívnia a gyógyszerpárát, hogy meg ne fulladjon. Mikor megkönnyebbült, arca elé emelt keze gyúrogató mozdulataival helyreillesztette az egyre kisebbre száradó koponyában lötyögő műfogsorát. Mindezt olyan túljátszottság nélküli, magától értetődő, természetes módon tette, hogy szinte fel se tűnt, és egy cseppet sem látszott félelmetesnek, vagy még inkább baljóslatúnak. Aztán egy délután megjelent nálunk Gizike gyászruhában. Éjjel, Isten kegyelméből álmában meghalt nagymama, és átnyújtotta nekem az óriás csigát. Nagymamánál tett látogatásaim során mindig elkértem. Ott állt a sublóton. Fülemhez szorítva, hosszan hallgattam azt a csendes búgást, amelyről a felnőttek azt mondták, a tenger morajlása az, a csiga megőrizte. Ha behunytam a szemem, még láttam is a tengert. A hatalmas, világos kék ég alatt egy ugyancsak hatalmas kis és zöldes árnyalatú kékség, a tenger, és ezek a más árnyalatú kékségek valahol a végtelen határában találkoztak. Az égen fehér bárányfelhő fodrocskák, a vízen csillanó hullámtarajok. Ha a fülemhez szorítottam a csigát, láttam a tengert, amelyet életem folyamán egyszer majd látnom kell. A csiga
nagyanyám végakarata szerint lett az enyém. Halála előtti valamely napon azt mondta, azt az óriás csigát majd adjátok Gyuszikának. Annyira szerette hallani a tenger mormolását. Ó, drága kicsi, madárka nagyanyám. Még halálában sem felejtkezett el rólam. Most is itt áll a könyves polcomon. Néha leveszem, belehallgatok. Most már tudom, nem a tenger mormolása az, amit hallok. Életem ajándékaként láthattam Európát ölelő meleg tengereket. Alig, hanem inkább az elmúlt idők zajongásaiból maradt egyre halkuló hang. A szinte nyomok nélkül elmúlt életek suttogásai. A hozzám került okiratok alapján sok támpontom lett volna kutakodni, nem tettem meg. Mert aszályos nyarak végén, amikor hosszúra nőnek a Dunán a partok, előbukkannak a rejtőzködő kavicszátonyok. A víz úszáshoz már hideg, de bokáig tapicskoláshoz még jó. A megnyílt mederben színes cseréptörmelékeket találhatunk. Valahai élesen tört széleiket legömböítette a sodrás. Görgetett lapos kavicsokhoz lettek hasonlók, de valamennyi máz még megmaradt rajtuk. Nagyrészt körömnyi darabkák ezek, ám adódnak nagyobbak, akár tenyérnyi nagyságúak is, sőt, felismerhetően kancsónyak vagy fogantyú töredékek is. Nyaranta eljátszogattunk vele, hogy miután összegyűjtöttünk egy szakajtóra valót, külön csoportba rakjuk a fehér alapon kék mintázatúakat, másikba a zöld és sárga színűeket, harmadikba azokat, amelyeken megjelenik a piros. Legtöbb a kékfehérből adódik, de ezek is két csoportba tehetők. Mély sötét és világos kék árnyalatúakra. A sötétebb kékeket gondoljuk a legrégebbieknek. És ha már felettünk a királyi vár, úgy mondjuk, ezek még Mátyás király idejéből valók. De persze jól tudjuk, szépen csiszolt szélükről, akár több száz kilométernyit is sodorhatta őket lefelé a víz, érkezhettek akár német területekről is. Aztán az egy csoportba tartozókat kirakjuk az asztalra, próbáljuk összeilleszteni őket. Persze botorság lenne azt hinni, hogy egyszer csak megjelenik előttünk mondjuk egy tányér, de mivel időnként meglepő kapcsolódás sejtető rajzolatokat találunk, képzeletünk szárnyalni kezd, játéknak jó. Ha keresni kezdtem volna őseim nyomait, hamar úgy járnék, mint a nyárvégi Duna medrében járva, még némi más színüket megőrző cserépdarabokat szedegetve. Akármennyi diripdarabot is rakosgatnék az asztalomon, sosem állna össze mondjuk egy épp tányér. Őseim papírra írt nevein túl már semmilyen kapcsolatot nem találhatok velük, bár génjeik munkálkodnak bennem, a múlt homályába süllyedve arctalanok maradnak. Ők nekem a nép, amelyből vétettem. A következő kérdésem hozzád, hogy az írásaid, könyveid nyilván szembe mennek az elmúlt évtizedek szövegirodalmi felfogásával, amely szerint nem léteznek már nagy elbeszélhető történetek, sőt, az irodalom tudomány szerint, mintha a történet, a sztori is meghalt volna, tehát megkérdőjeleződött a történet léte. Mit gondolsz az író feladatáról, adott esetben a te feladatodról? Az, hogy az ember elkezdett írni, ez nyilván egy adottság, egy belső indítatás. Elmesélem neked, hogy mi történt velem. Nagyon sok érdekességet tudok mondani. Ez még nem irodalom. Van, amikor akkor válik azzá, amikor önmagánál egy kicsikét több lesz, többet mutat. Mondtad, hogy vagy felolvastad, hogy
sok magyar családdal hasonlatos az én családom története, sok magyar családéval azonos. Igen. Nekem a csigát ajándékozó nagyanyám volt az egyetlen nagyszülő, akit ismerhettem, őt is rövid ideig. Két nagyapám az első világháborúba pusztult el, édesanyám anyja a másodikba. Tehát valami hihetetlen pusztításon ment keresztül ez a nép. Próbáljuk meg a... És akkor az emberben megindult egy olyan óhaj, hogy amit lehet, hozzunk vissza belőle, ami még fellelhető morzsák, amiket még hallottam, hogy mik történtek kikkel, hogy hozzuk vissza, legyen meg. Ebben a kötetben is szerepel két olyan elbeszélés, amely 1956-hoz nagyon szorosan kapcsolódik. Az egyik a címadó, az ifjúság tört szárnyú madara, a másik pedig az 58-as nyár. Kamasz fejjel élted át 1956 őszének nagy napjait, és a családodban nem volt szokás aktuálpolitikáról beszélni, nem is vettél részt a 1956-os forradalomban, szabadságharcban aktívan, fegyveresen úgymond. Mégis egy életre szóló élmény lett számodra. És pontosan ezek miatt, a körülmények miatt, tehát hogy fiatal voltál, nem beszéltetek ilyenekről, az 50-es évek megpróbáltatásairól, emberi megélhetési nehézségeiről, politikai visszaéléseiről. Hogyan vált mégis az egész életedet meghatározó élményévé 1956? Az előbb, amikor az életem szakaszait soroltam fel, akkor következett volna utána 56. A sztálini rákosi időkben például az iskolában azt tanították nekünk, és vissza is kellett mondanunk, hogy mi egy fasiszta nép vagyunk, mert megtámadtuk a Szovjetunióban a dolgozó nép hazáját, tehát mi egy fasiszta nép vagyunk. Bűnhődnünk kell. Még aztán olyan érdekességek is mai szemmel előfordultak. Például Trianonról azt mondták, hogy akkor következett el az igazság órája, mert ide a Kárpát-medencébe betörtek a lovas nomád magyarok, a mi őseink, és leigázták az itt őshonos, békésen szántóvető szláv népeket. Ezer éven át kizsákmányolták, és elnyomták őket. Tehát ezek voltak az iskolából indított dolgok. Amikor apámnak mondtam, hogy hogy vannak, mert az ember nem tudta természetesen elfogadni, de hiába kérdezem apámat, ő azt mondta, fiam, egyik füleden be, a másikon ki. Nem volt hajlandó foglalkozni a úgymond politikai dolgokkal. Na most ettől függetlenül én nem szégyeltem magamat azért, mert magyar vagyok, de úgy nem bántam volna, ha másnak születek, mondjuk csehszlováknak. Ma már meg nem mondom, hogy miért volt akkoriban vonzó csehszlováknak lenni. És egyszer csak elérkezett 56 októberre, amikor mindez a sok belénk súlykolt ócska hazugság úgy kitört, gondolom nem csak belőlem, hanem mindenkiből,
és ki lehetett menni az utcára, és el lehetett kezdeni énekelni, hogy éljen a magyar szabadság, éljen a haza. Tehát, hogy 56 alapvetően meghatározó az életemben, ahogy sok mások életében is, ez szinte természetes. Utána következett ugye a kádárista megtorlási korszak, időszak. Erről szól az 58-as nyár című elbeszélés. Ami megint csak a sztálinista idők rettenetét idézte föl valahogy az emberbe. Valahogy úgy éreztük, hogy ennek soha nem lesz vége, ez az élet, így kell élni. Vagy nem. Szerencsére aztán idővel lassan-lassan konszolidálódtak a dolgok. A 70-es évek már nem olyanok voltak, mint a 60-asok. A 60-asok se olyanok, mint az 50-esek. A 70-esek se, mint a 60-asok. És a 80-as évek már valóban mondhatni, hogy egy puha diktatúrának a időszaka volt, amelyben legalább a magánéletet lehetett élni. Ezeket az évtizedeket nagyon érzékletesen és veretes aprólékossággal tártad elénk ebben a kötetedben is. Ahhoz, hogy ezt megírhass, neked nagyon sok mindent újra kellett élned. És arra lennék kíváncsi, hogy ezeknek a régi emlékeknek, élményeknek az újraélése megváltoztatott-e benned valamit, és ha igen, akkor micsodát? Ahogy az ember életkorban előbbre halad, talán az változtatja meg a gondolkodás módját. Amikor nagymamám nekem ajándékozta az óriás cigát, akkor különösképpen nem foglalkoztatott az, hogy hogy került az ő birtokába, vagy a család birtokába. Csak később kezdtem el utána nyomozni, és még élő családtagoktól kikérdezéssel megtudtam, hogy ezt a cigát a nagypapám vásárolta, Fiuméba. Akkor, amikor a Budapest-Fiumei vasútvonalat bővítették, nagyon komolyá tették, tehát tengerre magyar. Apám 1910-ben született, Zágrábban, mert nagypapa éppen ott munkálkodott. Különben ő Barcs élő kovácsmester volt, az egész család a környékben való. Ez egy, hogy úgy mondjam, idény munka volt. De egy idő után ez kezdett el engem érdekelni, hogy ment el a nagypapa, hogy volt ez? Mikor bővítették a Budapest-Zágrábi vasútvonalat? Előtte lement a vasút a tengerig, vagy nem? Vagy akkor vitték le a tengerig? Tehát ifján a csigat érdekelt, a csiga története, ahogy az ember idősödött, akkor kívánta a nagy történetet, a történelmi történetet. És azt hiszem, az írásaimban is ez látszik, hogy én már egyre inkább elrugaszkodva magam életének a történeteitől,
a családom, a család környéki más családok élete, és ennek a szegény magyar népnek a 20. századi története érdekel. Gyula, köszönöm szépen, hogy beszélgethettünk, hogy eljöttél ide. Még egyszer tehát Marosi Gyula az ifjúság tört szárnyú madara, és a magam, és azt hiszem az olvasók nevében is kifejezhetem, hogy várjuk az elkövetkező nagy történelmet magába foglaló, feldolgozó szép prózai írásaidat. Köszönöm szépen önöknek a figyelmet, viszontlátásra!